Jó estét kívánok! Önök az Ajka TV híradóját látják július 28-án pénteken. Nézzük mai témáinkat röviden. Rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak ma délelőtt. Működik a mobil CT az Ajkai Kórházban. Gondok és megoldások a városi csapadékvíz elvezetésben. Bányász hagyományőrző tábor Csingerben. Ma délelőtt rendkívüli képviselőtestületi ülést tartott Ajka város önkormányzata. Az ülés összehívását a pályázatok benyújtásának határideje indokolta. A testület elsőként a településrendezési terv módosításának előzetes döntéshozatalát fogadta el, majd az állami főépítési eljárás szerinti településrendezési eszközök módosítása során kialakított partnerségi egyeztetés lezárását vitatták meg. Szó esett a közbenső döntéshozatalról a folyamatban lévő településrendezési eszközök módosítása kapcsán. A képviselők határozata alapján a Városligetben épülő új ingatlan a Liget utca része lesz, eddig az utcának ugyanis nem volt neve. Vitát követően eldőlt, hogy a kaszinóval szemben található park a későbbiekben dr. Ádám István nevét viseli majd, aki a város harmadik tanácselnöke volt. Dr. Ádám István munkásságának 20 éve alatt rohamos fejlődésnek indult Ajka városa, nevéhez fűződik iskolák, óvodák, bölcsödék, a művelődési központ, áruházak, a kórház, a posta, a fedett uszoda, az autóbuszpályaudvar és a vásárcsarnok építése, valamint a távfűtés, a parkerdő és a Városliget megvalósítása. Munkáját a szolgálati érdeméremtől a munka érdemrenden át az állami gazgatási nívódíjig sok kitüntetéssel ismerték el. Dr. Ádám István hosszú ideig az Új Élet utca 5 szám alatt lakott, amely a park szélén helyezkedik el. Az új névvel kíván méltó emléket állítani neki a város. A testület döntése értelmében Rovaniemi kemping lesz a neve innentől a városi kempingnek, ahol már eddig is állt egy finn faház a finn-magyar testvérvárosi jókapcsolat bizonyítékaként. Az önkormányzat minden testvérvárosról szeretne elnevezni valamit a városban. Az Unna utca után tehát már Rovaniemi kemping is van Ajkán. A testületi ülésen szó esett még ingatlanok vásárlásáról és önkormányzati részvénycsomag értékesítéséről is. A testület több pályázat benyújtását is támogatta. Bővebb összeállítást a testületi ülésről hétfőn Ajkai Tükör című műsorunkban láthatnak. Vasárnap délután megérkezett az ideiglenes úgynevezett mobil CT berendezés a Magyar Imre Kórházba. A készülék egy teherautóban kapott helyet, ennek köszönhető, hogy mobil. Már az első napon több mint 20 vizsgálatot végeztek vele. A gépesített berendezés, amilyen mobil, olyan korszerű is. A korábbi rossz állapotú, ezért leállított CT csak egy szeletes. Addig az ideiglenesen helyére állított már modern, 16 szeletes eszköz. Ez pedig nem csak a vizsgálat gyorsaságában látszik meg, hanem a képminőségben is, mivel a térbeli felbontási képességet sikerült növelni. A mobil CT főként olyan helyeken teljesít szolgálatot, ahol elromlik a fixen telepített készülék, így a javítás idejére sem kell korszerű CT berendezés nélkül maradni. Most Ajkán áll éjjel-nappal készenlétben, így a nap bármely szakaszában bevethető. Úgy tudjuk, hogy a betegek alig érzékelik az ideiglenes géppel járó kellemetlenségeket, hiszen amíg várakoznak a vizsgálatra, addig minden úgy zajlik, mint eddig. A különbség abban van, hogy most egy pár métert sétálni kell az udvarig, ahol a bejárathoz közel kapott helyet a teherautó. A vizsgálathoz való eljutás sem okozhat senkinek sem problémát, ugyanis a gépjárműre még liftet is szereltek, így a mozgásképtelen vagy lépcsőzni nem, illetve csak nehezen tudó betegek is könnyen eljutnak a berendezésig. A nyári rendkívüli zivatarok mindig nehéz helyzetbe hozzák az önkormányzatot, hiszen a hirtelen lehulló nagy mennyiségű vizet a nem jól karbantartott vízelvezető árkok és átereszek nem képesek elvezetni, így annak nagy része az úton vagy a kertekben folyik el, komoly károkat okozva. A Padrakúti városrészen is így történt az elmúlt napokban. Egyik nézőnk Mesterházi Béla által készített felvételen is jól látszik, milyen súlyos ez a probléma. Schwarz Béla polgármester a helyszínen elmondta, a padragi városrészen a privatizálás során a földterületek mellett az utakat és vele együtt az árkokat is értékesítették. A tulajdonosok azonban nem fordítottak figyelmet ezek karbantartására,
ezért az évek alatt ezek feltöltöttek, elrakottak, és ez az új keletű probléma ebből adódik. A városvezetés azonban szeretné megoldani ezeket a gondokat, azért, hogy az őszi nagyobb esőzésekre elkészüljenek, azonnali hatállyal kisajátítják azokat a területeket, ahol a vízelvezetést meg kell oldani. A polgármester rámutatott, a korábbi területeken, ahol ilyen problémák voltak, azokat jobbára már sikerült megoldani. Ilyen volt például a Kinizsi és a Hajnalcsillag utca, de még messze nem értek a feladat végére. Ajkarendeken már ismert probléma a Korányi utca csapadékvíz elvezetése. Itt már csak az alsó rész áteresztő képességét kell megnövelni, de a város perem kerületeiben megoldást kell még találni, itt Tósok Berénd néhány vízelvezetési gondjára is, de Csinger és Bódé is sorra fog kerülni. Ehhez még egy kis türelmet kér az ott lakóktól a város polgármestere. Tudják már, hogy miért köszöntötték egymást úgy a bányászok, hogy jó szerencsét, és a legfiatalabb résztvevő is, aki alig 8 éves, hibátlanul énekli a bányász himnuszt. Többek között ezeket tanulták a Csingervölgyért Egyesület által szervezett bányász hagyományőrző táborban a gyerekek az együtt töltött 5 nap alatt. A július utolsó hetében zajló táborba az egyesületi tagok bányászat iránt érdeklődő hozzátartozói, a rendezvényeken rendszeresen résztvevő gyerekek és a Borbála napi rajzpályázat általános iskoláskorú egyéni díjazottjai kaptak meghívást. Az első nap Csingerrel, a hagyományokkal való ismerkedéssel telt. A csapat tagjai megtekintették a közösségi ház mögötti emlékparkot és mozdonyt. Kedden délután Németh Noémi látogatott el a táborozókhoz, hogy közös éneklésre hívja őket. A foglalkozások közti időben pihenésképp játszottak, sportoltak. Szerdán kézműves délelőtt, majd bemutatóval egybekötött rendőrségi előadás volt a program. Csütörtökön Nagyvázsonyba kirándultak, pénteken a Bányászati Múzeumot tekintették meg, majd akadályversenyen adtak számot a hét folyamán megszerzett tudásukról. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket. Ha gyorsan felveszi fürdőruháját, még odaérhet este 9 órára a Városi Strand és Élményfürdőbe a Pannonvár Színház Vízparti Twizzparti című különleges zenés színházi estjére. Népszerű slágerek, nagy sikerű darab részletek kelnek életre a melegvizes medence vizén és vizében. A színészek, énekesek soha nem látott módon adják elő a számokat. Ne ússza meg ön sem! Szeretettel vár minden érdeklődőt az Ajkai Fotóklub és az Urkuti Csillagászati Klub egy izgalmas éjszakai túrázásra július 29-én szombaton este 7:30-tól a Sárcsik útnál. A túra teljes hossza körülbelül 7 km, a program ingyenesen látogatható. A Veszprém Megyei Sportlövő Szövetség lövészversenyt rendez szombaton 9 órától az Ajkai Sportlőtéren. A verseny célja a minősülési lehetőség biztosítása és a megyei bajnoki címek odaítélése. A versenyen sportegyesületi tagok és az egyéni fegyvertartási engedéllyel rendelkező versenyzők vehetnek részt, kisöbű, standard puska, nyílt irányzékú kispuska, sportpisztoly, központgyújtásos pisztoly versenyszámokban. Az első 3 helyezett érem és oklevéldíjazásban részesül. 7. alkalommal rendezik meg a Tóberfestet a Tósok Berendiek augusztus 4-én és 5-én az Ajka Kristály SS sportpályáján. 4-én 21 órától retrodiszkó várja a táncra vágyókat, 5-én 8 órától járműkiállítás kezdődik. 13 órakor indul útjára a hagyományos Tósok Berendi felvonulás, majd 15 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődnek a színpadi produkciók. A 18 órai díj kiosztott követően a tervek szerint éjfélig tart a 7. Tóberfest. Az augusztusi csillagászati foglalkozás rendhagyó módon augusztus 7-ére hétfőre esik majd, ugyanis aznap részleges holdfogyatkozás lesz a kora esti órákban. Körülbelül 20 órától 21 óra 15 percig tart majd az izgalmas éjjeli jelenség. A fogyatkozást a klub legjobb műszereivel kísérhetik figyelemmel. A jelenség előtt 19 órától 20 óráig egy bevezető előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a fogyatkozások működéséről, és kipróbálhatják a klub laptopról vezérelhető, programozható fogyatkozás szimulátorát is. Kedves nézőink, kérem, tekintsék meg időjárás jelentésünket is! Szombaton kellemes időre ébredhetünk, enyhén felhős ég mellett szélcsend és 16 fok körüli hőmérséklet köszönt majd bennünket.
Az erősödő napsütés hatására délután akár 27 fokra is melegedhet a levegő hőmérséklete. Vasárnap még kevesebb lesz a felhő, reggel 18, délután már 30 fokra is számíthatunk. Az uralkodó szélirány délkeleti lesz. Hétfőn az előrejelzések szerint még tovább javul az időjárás. Enyhe déli szél mellett reggel 20, délután akár 33 fokra is számíthatunk. Mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket! Műsorainkat az aikatv.hu internetes honlapunkon is megtekinthetik, és YouTube csatornánkon bármikor visszanézhetik. Legközelebb híradóval szerdán este 7 órakor várjuk Önöket. Mai adásunk ismétlését szombat reggel 9 órától láthatják ugyanezen a csatornán. Folytatjuk az Ajkai Tükör műsorát. Kérem, maradjanak velünk!